A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Nos, hát a csapadékról, esőről és hát vízről fogunk ma beszélgetni leginkább, annál is inkább, mert hogy vendégem Urfi Tamás, Ahofesz ügyvezetője. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Egy kicsit menjünk vissza a múltba. Ez az asszályos időszak, évszázados asszály volt, borzalmas nehézségeket okozott mindenütt az agrárgazdaságban, de én azt mondom, hogy aki leginkább megszenvedte, az mindenképpen a horgászattal, halászattal foglalkozó szervezetek voltak, hiszen a természetes vízeink azt hiszem, hogy ilyet legutóbb 100 éve éltek át. Így igaz, de én nem tennék különbséget szerintem a mindenféle szektorban, agráriumban, aki van, mindenki ezt elszenvedte, ugye. Elég beszédes adat, hogy a horgászvizeknek az egyharmada az országba vagy teljesen, vagy részlegesen kiszáradt, illetve kényszerlehalászásokat kellett végrehajtani. Fejér megyébe is több egyesületünk is érintett, illetve mi is az általunk kezelt vizeken ugyanúgy küzdünk az asszállyal. Én úgy látom meg a vízügyi szakemberekkel is, hogy beszéltünk, tehát ez nem a tavalyi évben kicsúsosodott, de ez már a negyedik év volt, ami az átlagosnál jóval kevesebb csapadékot biztosította az agrárium számára. A tavalyi év volt talán reméljük, hogy az áttörés, vagy nem tudom, a legrosszabb időszak. Nem tudjuk, hogy milyen. Ez egy folyamat szerintem, tehát hogy ez egy globális történet. Az, hogy mi a teendő, erről beszélünk, de előtte egy rövid felsorolás következzék. Tehát a Fehérvár csurgói, a Pátkai víztározó, a palotavárosi tavak, a Gaja, a Sárvízmalom csatorna, a Sárszemélyi víztározó, a Nádor csatorna és a Duna egyik szakasza. Menjünk sorban, mert Pátkával óriási gondok voltak, ezt az elmúlt időszakban a hírek is megerősítették, tehát ott abszolút kritikus volt a helyzet. Hát olyannyira, hogy ugye a minimális vízállás, amit a vízügy fenntarthat, az a 370 centi, szeptember úgy kezdtük ezt, tehát hogy augusztus legvégére 360 centire csökkent a tározónak a vízszintje. A kis tó az nyár közepén már teljesen kiszáradt, ugye három részből áll a tározó. A középső tó is nagyságrendileg a kétharmadán eltűnt a víz, illetve a legalsó tavon maradt valamennyi víz, de ott is összeszűkült a alak élettere. Én azt gondolom, hogy amúgy az alacsony vízállás ellenére, hál' Istennek, sikerült átvészelni ezt a kritikus helyzetet nagyobb egyet számú pusztulás miatt, viszont most a halak állapota, látni kell, hogy például itt évvégén, évelején volt egy ilyen 60-70 darab elhullása amúrból, nagy fej, abszolút elfogyott test, tehát hogy nincs tápláléka a halaknak, nincs növényzet, ugye a téli időszakban az alga, illetve a plankton is hiányzik a vízből, tehát hogy a halaknak a kondíciója nem jó, és ugye most még évelején bizakodóak voltunk, elindult a csapadék, főleg januárban, tehát szeptemberi 360-ról elérte a tározó a 4 métert, és januári esőzések következtében egy hirtelen megugrott a tározó vízszintje, vagy elkezdett emelkedni, illetve az e-hét hétfőn viszont a vízügyi igazgatóság bejelentette a Velencei tó vízpótlását, tehát hogy a tározót a 370 cm-es alsó vízszintig kívánják leereszteni. Tehát az álmai víztározóból eddig is a Pátkaiba került a víz, ugye? Az álmai víztározót ugye tavalyi év elején ürítették le, az belekerült először ugye a Pátkai víztározóba, még előtte év ősszel, és ugye ez bekerült a Velencei tóba. Ezzel ugye sikerült elérni a Velencei tóban nagyságrendileg, úgy emlékszem, hogy ilyen 100 cm-es vízállással kezdte meg a tavalyi szezont, vagy a nyárnak úgy ment neki a tó. Ugye lecsökkent ott is 53 centire, tehát hogy a talán az eddigi negatív rekordot ott is megdöntötte.
évközben nem érkezett pátkára se, tehát a zámai területről, igen, tehát az egész vízgyűjtő száraz volt, tehát nem érkezett víz a pátkai tározóba, tehát azért tudott ott is lecsökkenni 360 centire, ez a mostani időszakban, de ugye szeptemberben volt egy kicsit csapadékosabb időszak, aztán az elmúlt hónapokban kevesebb, a január volt az, ami én úgy tudom, hogy 180 mm csapadék esett, tehát hogy kétszerese a ennek időszaknak. Azzal, hogy a pátkai víztározóból ismét a Velencei tóba kerül a víz, az mit okoz a víztározóban? Hiszen mondtad, hogy tehát a hírekben is olvashattuk, hogy tehát az elmúlt időszak esőzései, a csapadék azért segített, most ismét problémák lehetnek? Azzal, hogy a víz a Velencei tóba kerül? Nézd, téli időszakban nem szoktak vizet ereszteni ennek, ugye általában az egyik magyarázat az, hogy a jég miatt ugye a zsiliprendszernek ez nem tesz jót, tehát a vízeresztés általában ilyenkor nem szokott jó lenni. Természetesen volt már téli időszakban is vízeresztés, hogyha olyan magas vízállás volt, de általában ilyenkor nem ez az időszaka a vízeresztésnek. A halállománynak abszolút nem tesz jót, tehát hogy az áramló vízzel, ezt is tudni kell, a hal azonnal rááll a folyással szembe, és ilyenkor az amúgy is kis víz van a pátkai tározóban, nagyon sok helyen most is hiába emelkedett valamelyest a vízszint, bokáig érő víz van a tározó nagy részén. Szembe fog a vízzel elindulni a hal, ugye Zámó irányába megy a kistó fele, föl a Sekélyre. Egy faggyal ilyenkor azért februárban még jelentkeznek a fagyok, meg még sokszor ugye azt tapasztaljuk évek óta, hogy márciusban komolyabb tél van, mint mondjuk januárban, vagy december időszakban. Ilyenkor a halpusztulásnak a veszélye az sokkal fokozottabb lesz. Tehát, hogy... A horgászok hogy viselik ezt az időszakot? Hiszen nyilvánvaló, hogy a számukra ugye az ideális helyzet az már régen a múlté. Hát Lajos, 30 éve eresztették le a pátkai víztározót, mindenki emlékszik, és mind a mai napig benn van az emberek fejében. Tehát ezt senki sem viselheti jól, mind a mellett, hogy mi abszolút nem vagyunk, tehát hogy abszolút partnerek vagyunk, és tudjuk, hogy a Velencei tó érdekeit mi is szem előtt tartjuk, és kell rá megoldást találni. De mind a mellett úgy gondoljuk, hogy nem biztos, hogy most jelen pillanatban ez volt, vagy hogy ez a legjobb megoldás. Szakmai alapokra szeretnénk, ha ezeket a döntéseket hoznánk. Ugye pénteken lesz is egy egyeztetés minden érintettel, aki a Velencei tó kapcsán, illetve Pátkán érintett, ott lesz egy szakmai értekezlet. Tehát, hogy látni kell azt, hogy úgy és amennyiben 370 cm-ig leeresztik a pátkai tározó vízszintjét, akkor nem lehet belemenni úgy egy nyárba, hogy ne legyen ez a tó lehalászva. És azt is meg kell érteni, hogy ez egy víztározó, ez nem egy halastó. Tehát egy halastóba úgy van kialakítva a meder, hogy van egy halágy, van egy olyan rész, ahova a csapolás következtében a végén összegyűlik a hal, ahol lehet halászni. Ez a tározó ez nem alkalmas erre. Tehát, hogy ez olyan 30 évvel ezelőtt, én akkor, hogy most szerencsére vagy nem szerencsére nem láttam, még sokkal kisebb voltam, nem láttam az ottani helyzetet. Azt tudom, hogy amit a horgászok, illetve ott lakók elmeséltek, több vagonnyi hal pusztult el, mert nem alkalmas a halászatra. Tehát ökológiai katasztrófa fenyeget ilyen értelemben? Én azt gondolom, hogy a létező legnagyobb tudással, tapasztalattal, meg azt gondolom, hogy amit hova fejlődött a világ, mostani szinten a halászat elkerülhetetlen, hogy itt ne legyen halpusztulás, ha halászni kell. Mit szólnak ehhez a horgászok? Hiszen a horgásztársadalom egységes ilyen értelemben, és nyilvánvaló, hogy aki megveszi a horgászjegyet egész évre, stb., annak bizonyos értelemben elvárása is lehetnek. Egyértelmű, nem is adtunk ki a tározóra ebből adódólag éves területi jegyet, csak egy megyei összevont úgynevezett területi jeggyel lehetett a tározón, vagy lehetne horgászni. Pont ezért, mivel mi se tudtuk pontosan, hogy mi várható tározóval kapcsolatban. Hát
mit gondolnak a horgászok. Hát természetesen, akik pátkára járnak, de én azt gondolom, hogy a megye horgászai, akik hol vagy a Velencei tavon, vagy a környékben horgásznak, ezt elítélik. Mind a mellett, hogy még egyszer mondom, tehát, hogy nem a megoldás ellen vagyunk, vagy nem a Velencei tó ellen vannak a horgászok, hanem azt szeretnék a horgászok, hogyha mindegyik oldalon megoldódna ez a dolog. Tehát, hogy megtalálja mindenki a számítását, vagy a lehetőségét, és ezt tudom, hogy ez egy nagyon nehéz probléma most. Mind a polgármestereknek, akik a vízön vannak, azoknak a vállalkozóknak, aki a turizmusból él, tehát aki érintett ebbe az egész dologba, ez mindenkinek egy nehéz időszak. Egy dolog 100%-osan látszódik, hogy sem Pátka, sem Zámoly nem megoldás jelen pillanatban a Velencei tó helyzetére, tehát hogy egy másik alternatív megoldást kell keresni, ki kell kotorni az összes létező vízvezető árkot, ami például a mezőgazdasági területekről le tudja vezetni a vizet, az is jelentene, tehát hogy mindenen most el kell gondolkozni, meg kell ragadni minden olyan lehetőséget, amivel lehet javítani a tónak a helyzetén, de egyszerű matematika, tehát 14 millió köbméter hiányzik a Velencei tóból jelen pillanatban a minimális vízállásig, tehát a 130 centig, Pátkában 1,4 millió van. Hát ez a 4 centi, ez 30 éve is bebizonyította, hogy 2-3 nap nyári párolgási veszteség lesz, semmi több. Igen, hát ez a 22-es csapdája, érdeklődésen várom a pénteket. Ugye te úgy fogalmaztál, hogy korábban a szövet arra biztattátok a horgászokat, hogy vegyék ki a részüket, a kopoltyúszám csökkentessenek folyamatából. Ez mit akar szakmai szempontból? Hát azt akart a szakmai szempontból, hogy mivel amit elmondtam, hogy a vízterület halászati szempontból igen komoly fejtörést fog okozni, sokkal jobb megoldás, hogyha a horgász szabályos keretek között ugye megfogta volna a halat, vagy megfogta a halat, és hazaviszi és elfogyasztja. Illetve az is, hogyha látszódik a halakon tényleg a vitalitását figyelve, hogy kevés táplálék jut be a vízbe, tehát a horgász kivisz csalit, etet, abból a többi hal is tud enni, nem csak az, amit ő megfog. Ez részben jól is működött, részben sajnos itt félreértelmezték úgymond a horgásztársak ezt a szabályszerű megfogást, tehát ők úgy gondolták, hogy most bárki kimehet, aztán mindent is vihet. Ebből elég sok feljelentés is lett a kollégák több alkalommal az elején. Szabálysértési feljárás kellett, hogy kezdeményezzenek, de aztán beállt a rend ezzel kapcsolatba. Tehát én itt látni kell azt is amúgy, hogy a tározóban, most ugye többen kérdezték tőlünk, hogy körülbelül mennyi hal lehet. Nem tudjuk megítélni, tehát hogy ez egy ugye a 90-es évek után feltöltődött a tározó, van saját természetes szaporulata, de itt azért azt szomorúan el szeretném mondani, hogy a Fejér megyének az összes vizét szinte mi kezeljük, vagy valamelyik horgász egyesületünk kezeli természetesen a magántulajdonban lévő vizek kivételével, és ugye a Káró katona problémája az egy akut probléma, tehát mind a Dunán, mind a haltermelőknél, tehát hogy most már annyira enyhék a telek, hogy ez a madár nem repül tovább, tehát itt tartózkodik Magyarországon, iszonyú károkat okoz a természetes vizekbe, illetve a halgazdaságokba. Jelentős szerepe van annak, hogy évek óta például, hogyha pont említetted Lévai Ferítő is mindig mondja, igen, és a többi haltermelő is, és mi is tapasztaljuk, hogy egyszerűen a tenyészanyagot írmagját is megeszi. És tehát, ráadásul nem tudunk... okosodnak, ahogy Lévai Ferenc nekem elmondta, a Réti Majorban, ugye kilőni nem lehet a kormoránokat, hanem csak riasztani, vagy hát minimális kilövési engedély van, és hát azt csinálják, és ez nem vicc, mert magam is megtapasztaltam, hogy oda megy a puskás ember lő, és nem egyel, hanem kettővel arrébb száll a kormorán, és utána meg vissza. Most nyilván annyi puskás ember nincs a világon, ami ezt a problémát megoldaná. Tehát ez is egy akut probléma. Akut probléma, és a tavalyi évben Pátkának én azt gondolom, hogy eleve nagyon rossz helyzetben volt a tó, tehát ezt mindenki látta, hogy nagyon alacsony vízállása van, és amúgy a megyében minden vadásztársasággal kivétel nélkül teljesen jó kapcsolatot tudunk ápolni, és közösen még sokan segítenek is itt a madár gyérítésébe vagy riasztásába.
kivéve Párkán a helyi vadásztársaság nem járult hozzá a gyérítéshez. Itt ezt látni kell, hogy körül nagyságrendileg ugye az ámoly tározó, mivel szárazon volt, körülbelül 300 madár folyamatosan gyérítette a halállományt. Tehát volt egy nagyon jó kétnyaras állományunk, a tóba egy természetes szaporulat, 20-40 dekás pontyokból, ugye a horgászok folyamatosan beszámoltak róla, illetve hát tudtuk is ezt a mennyiséget. Ez sajnos ez pont a szájába való volt, illetve a létező legértékesebb ugye orsós halak, ugye a süllő csuka harcsa állomány, amit folyamatosan telepítettünk és több millió forintért helyeztünk ki a horgászok pénzén. Ezt itt kénytelenek voltunk el végignézni, hogy nagyjából semmit se tehettünk, mert nem kaptunk hozzájárulást a helyi társaságtól. Ez szomorú mindenképpen. Ez az, úgy gondolom. No, igen. Hát kíváncsian várom érdeklődéssel, hogy mi történik. A pénteki tárgyalásról erről majd nyilván beszámolunk, mert jönnek a hírek, viszont menjünk el Csurgóra. Csurgón nincs ilyen nagy probléma, de azért oda kell figyelni a Fehérvár csurgói helyzetre is. Hát nem mondom, hogy nincs ilyen nagy probléma a Csurgón is. Ugye a Gajapatak szinte teljesen kiszáradt az év folyamán, tehát az úgynevezett felső szakasza a Gajának. Ott is rekord alacsony vízállás volt, tehát ott meg egyszer kaptunk egy szennyezést, egy ilyen szerintünk úgy gondoljuk, tehát, hogy egy ilyen szennyvízszennyezést kapott a patak. Ott elpusztult egy adag pisztrángunk, amit pótoltunk, de hát ez meg nyár során sajnos az alacsony vízállás miatt valószínűsíthetően ott is volt elhullás, noha nem látszódott a vízbe, tehát az alacsony vízbe a gémek, illetve más egyéb olyan vízi élőlény, ami itt tartózkodik, ezeket nagyon nagy valószínűséggel összeszedte, illetve bevonult valószínűsíthetően ilyenkor a tározóba, tehát a csúlgói vízbe megy le a hal, próbált menekülni, tehát ott is nagyon alacsony volt, illetve ott is most tettünk a csapadéknak következtébe, jött följebb a víz, tehát a csúlgói tározó is nagyon alacsony volt. Ez egyfelől olyan szempontból jó, hogy így a tározó horgászhatóbbá válik, tehát ugye a rekonstrukció után a vízügyi szakemberek most úgy üzemeltetik a tározót, hogy a téli csapadékot begyűjtjük, és akkor a nyár folyamán ugye a mezőgazdasági szempontoknak megfelelően, illetve a halastavaknak eresztik le a vizet, hogy el tudják osztani mindenfele a vízterületet. Ez így jól is működött, de a tavaly évben itt is megérződött az asszály. Pedig a pisztrángos patak az kincs. Kincs, mert nem sok van az országban, Fejér megyében itt volt egy pisztrángos patakunk is, vagy van is most, tehát ugyanúgy szeretnénk vele, ugyanúgy foglalkozunk vele, meg kihelyezzük alatt, megpróbáljuk. Ráadásul volt egy vanon élő állományunk, egy természetes állomány, tehát nem csak kihelyezésből, hanem volt már saját szaporulat is a patakba, de itt is érződött nagyon az asszály. Nádor csatorna, a Sárszentmihály tác a következő. Ugye azt megszenvedtük, azért arra felé jártunk gyakorta, hogy a borzasztó állapotban volt évekkel ezelőtt a Nádor csatorna, hát az javult valamelyest, úgyhogy ezzel nincs probléma, viszont a víz utánpótlás itt is kulcskérdés. Itt is kulcskérdés, de talán még itt volt a legstabilabb, tehát hogy a Nádor az a víztestünk, amit a horgászok nagyon-nagyon szép eredményekről számoltak be, gyönyörű amurokat, nagy pontyokat fogtak, Malom csatornán is tényleg nagyon sokan használják, egyre többen járnak a vízterületre. Igen, itt megtörtént ugye egy kotrási folyamat, ilyenkor általában egy kicsit olyan mesterségesnek tűnik az elején, de most már szerintem szépen veszi vissza a természet a partokat, tehát nádasodik szépen majdnem mindenhol. Jól néz ki a vízterület, és azt gondolom, hogy itt azért viszonylag stabilan volt vízünk, illetve a Sárszentmihályi tározóba is, tehát ott vízproblémánk nem volt, tehát az a része ugye Veszprémből, ami érkezik a Séd ketté válik, és ugye a Malom meg a Nádor csatornaként jön, tehát ott még viszonylag elég jól volt vízhozamunk. Jó, tehát akkor ez így rendben. Duna, egy kicsit foglalkozunk a Dunával, bár ugye a hírek szerint ezzel, ugye, mert elég távol van Fehérvártól, tehát kevés hír ér hozzánk, jut el, de Kulcson azt mondták, hogy ott nem volt nagy probléma. Nemrégiben jártunk Kulcson az agrár találkozón. Ugye 2016-tól került horgászkezelésbe az egész Duna szakasz, tehát ugye megyei szinten vannak leosztva területileg.
Azt gondolom, hogy abban az időszakban, az első pár évben a halőreinek rengeteg melójuk volt, tehát több száz feljelentés volt éves szinten. Azóta azt gondolom, az elmúlt két évben nagyon jól beállt, tehát hogy ilyen 30-40 feljelentés történik egész évben. Nagyon sok munka volt benne, de azt látom, hogy a horgászok most már megtanulták a helyi szabályokat. Nincsen abszolút, én azt gondolom, a mi szakaszunkon különösebb probléma. Jó a halállomány, a folyóvíz az ugye olyan, hogy bizonyos szakaszokon időszakosan, hol jobban van hal, hol kevésbé. A legnagyobb problémánk jelen pillanatban ott is úgy gondolom, hogy a kormorán erre fektetjük amúgy a legnagyobb hangsúlyt, tehát hogy ezen a területen a kollégák tényleg szinte napi szinten folyamatosan kín vannak, és űzzük, hajtjuk a madarat, próbáljuk minél jobban eltüntetni a területről. Látni kell, hogy 50 cm-es, tehát egy hihetetlen méretű hal, az minden gond nélkül lefér egy kormorán szájába, tehát hogy így nagyjából ezek a, úgymond a rekordok, amiket találtunk ezekben a madarakban, tehát hogy 52 centis harcsa márna, és azt tapasztalható, hogy a nyári időszakban, amikor kevesebben vannak, nagyobb a halsűrűség, és ugye télen áll össze a hal a vermelő helyekre, akkor azt lehet látni még a nyári időszakban, hogy nagyon sok apróbb halat esznek. Ilyenkor ebben az időszakban csak is kizárólag a nagyon értékes, tehát itt is a süllő, kősüllő, csuka, harcsa, mennyhal, illetve a védett halfajokat, ami viszont pótolhatatlan. Tehát, hogy nincsen a magyar hal termelésben olyan, hogy valaki magyar vagy német bucót termelne. Tehát, hogy egy ilyen nincsen. 100 000 forintos eszmei értékű halakról beszélünk, amit előbb-utóbb el fognak tüntetni teljesen ezek a madarak, hogyha ebben nem történik egy drasztikus lépés. Tehát, hogy olyan számba felnőtt ez a kormorán egyet szám Európában, több milliós most már, amiket ugye egyáltalán meg tudnak számolni, illetve begyűrűznek, vagy te tényleg van pontos adat, és ez én azt gondolom, hogy ez még csak egy becsült dolog. Nullára pusztítanak ki vizeket, tehát hogy ez én látom, ugye biztos olvastad, hogy egy Szári Zsoltiéknak is sikerült a Balatonon is ezt rendezni, tehát hogy én szerintem elfogadhatatlan az, hogy valakik egy évig, vagyis hát a hal, ugye sokszor most tehát látjuk az árakat is, tehát hogy minden most mindennek elszállt az ára, de azért azt látni kell, hogy ez nem egy 6-7-es csirke, hanem 3 évig foglalkoznak egy hallal. Igen. Tehát a lárva állapottól 3 éven keresztül ezt etetni kell, őrizni, kétszer lehalászni, betenni telelőre, gondoskodni róla, mire mondjuk eljut vagy a horgászokhoz egy 3 nyaras ponty ugye a vízbe, amit ki tudunk helyezni, vagy a konyhaasztalra mondjuk egy halpiacon keresztül. Tehát a Bahal és a Hofesz ilyen értelemben ugyanazt az álláspontot képviseli a pusztulás okán, mármint hogy a kormoránok valamit tenni kell. Viszont mi újság a telepítéssel, hiszen nyilvánvaló, hogy ebben a gazdasági helyzetben ez is meglehetősen nehéz, hiszen az input anyagok meg az összes többi drágulás az jelentős elányomta a bélyegét. Így igaz, hát ugye mi haltermelő szövetség is vagyunk, tehát hogy ráadásul a tavaly évben a Magyarországos Horgászszövetségtől a kajászói haltermelő egységet is megkaptuk használatra. Azt gondolom, hogy ez elég rendesen hát is írta az egész éves költségvetésünket, ráadásul azt is kell látni, hogy a halára ugye 2020-ban, amikor még ugye arról beszéltünk, hogy intervenciós telepítés volt Magyarországon ugye a Covid idején, hogy megszűntek az export lehetőségek a termelők számára és az ittben ragadt készleteket, ugye az Agrárminisztérium segítségével, támogatásával a magyar víztestekbe helyezték ki a haltermelők, akkor egy 600 forintos, 650 forintos pontról beszélgettünk, most jelen pillanatban 1500-1600 forintról beszélünk tóparti áron, és ez várhatóan a nyári időszakban 1800-2000 forintot is elérheti. Az input anyagok ugye a mezőgazdaságban az egekben vannak, a terményárak mondjuk most azt látjuk, hogy itt az ukrajnai krízissel kapcsolatban ugye az Unióba vámmentessé tették az ukrán gabonának a behozatalát, ezt pont tegnap olvastam róla, hogy ez milyen szinten borította meg az Ukrajna melletti uniós országoknak a gabona piacát, tehát hogy az viszont lejjebb van.
de ettől függetlenül látni kell, tehát, hogy a kormorán helyzet a takarmányárak miatt, az aszály miatt, tehát, hogy nem csak a horgászvizeknek tűnt el az egyharmad, hanem a haltermelőknél is ugyanez a probléma megvolt. Tehát, hogy most azt vizionálja, vagy nem is az, hogy vizionálja, tehát az őszi lehalászásokból következőleg nincsen piaci hal megfelelő mennyiségbe az országba. Legalábbis a haltermelőkkel, mahallal egyeztetve mindenhol ezt kapjuk vissza, ezt halljuk vissza. És saját tapasztalatunk is ez, hogy a tavalyi évben sajnos az egész termelést, nem tudom, ez ilyen időszakos dolog, tehát mindig vannak az élő világban olyan, hogy mondjuk egyik évben sokkal erősebb a rovarokból mondjuk a sáskaállomány, vagy a pocok, vagy valami, tehát az agráriumban mindig van valami olyan változó, ami befolyásolja az egész éves termést. A tavalyi évben itt az aszály miatt, valószínűleg a kisvíz miatt, vagy nem tudom pontosan, az ezüstkárász volt, ugye egy inváziós falról beszélünk, és én több haltermelővel is beszéltem itt a Dunántúlon, mindenhol ilyen óriás mennyiségű apró ezüstkárász volt, és ez sajnos annak az a hozománya, hogy a piaci pontyot, illetve a mellette lévő egynyaras vagy kétnyaras pontyot, az szinte teljesen eltünteti a víztestből, tehát hogy hiány az még mindig van a piacon, tehát nem állt helyre a haltermelésbe úgymond az egyensúly, hogy meglegyenek az egynyaras, kétnyaras, illetve ebből adódóan a háromnyaras pont mennyiségek, ami kell az országban. No, hát körülbelül erre volt időnk. Én azt hiszem, hogy ezt természetesen folytatjuk, annál is inkább, hiszen érdeklődéssel várjuk a pénteki tárgyalás eredményeit, és akkor visszatérünk rá nyilván. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy mit kívánjak. Én azt gondolom, hogy a csapadékot mindenképpen, és hát megoldást, bár én azt gondolom, hogy Nagy István agrárminiszter már felvetette, hogy szorgalmazza a szaktárca a különböző csatornák újrahasznosítását, hogy azt kikotorják, én talán az valamennyit segít, egyébként meg a fentiekben bízhatunk csak. Télrei mára, igen. Igen, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen. És visszatérünk erre a kérdésre mindenképpen. Kedves nézőink, a halhelyzetről beszélgettünk, vendégem Úrfi Tamás volt a Hofesz ügyvezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.